Tűnésmentesen tüntették el a vörös csillagot a csíkszeredai szovjet hősök emlékművéről tegnap. Egy létrás tűzoltóautó délután 1:42-kor begördült a polgármesteri hivatal szomszédságában lévő emlékműhöz. 30 méteres létra segítségével kirakták az ötágú jelképet, majd a létrát összehúzták és továbbálltak. Másfél óra múlva visszajöttek és leszedték a csillagot. Közben háttérben zajlottak az események. Az akcióra Csíkszered a polgármesteri hivatalától senki nem kért engedélyt. Az emlékmű 1947 óta a város tulajdonában van. Ezért értelemszerűen az azon való bármilyen változtatás előtt a hivataltól engedélyt kell kérni. Jelzésértékű, hogy pont akkor történik egy ilyen eset, amikor a magyarság politikai ereje megrodjant, fogalmazott Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere. Rádő Robert Kálmán, Csíkszereda polgármestere szerint ez egy aljas provokáció, azokat az embereket pedig azonnal le kellene mondatni, akik ebben az ügyben benne voltak. Az új prefektust felkérte, tudassa az érintett intézmények vezetőivel, hogy 1989-ben véget ért a szocializmus, mondta Rádúj. Augusta Krisztina Urzika, Hargita megye prefektusa értetlenül állt az eset előtt. Őt senki nem értesítette. Györgye Joan Vetemanu Quanta Dandár tábornok, a 61-es számú helyi vadászat alakulat vezetője, május 9-én, a győzelem napján többet magával az említett emlékműnél koszorúzott. Mivel az emlékmű ebben a formájában nem teljes, ezért döntöttem úgy, hogy visszaállítatom eredeti formáját, azaz a vörös csillagot feltetetem annak tetejére. Az új csillag mostanra készült el, a tűzoltóságnak parancsot adtam, hogy speciális autójukkal tegyék fel a csillagot, ami meg is történt. Mesélte a dandártábornok. Nem vettem figyelembe, hogy választási kampány alatt egy eléggé érzékeny időszakban tetettem ki a csillagot. A helyhatósági választások után viszont vissza fogom tetetni azt. Jelentette ki Györgye Joan Vetemanu Quanta. Csökkent.